Nagyon nagy baj van egyébként. Szerintem nagyon nagy baj van. És én nem hiszem, hogy a megosztás politikáját kell választani bárkinek is. A 93-as kisebbségi törvénnyel létrehozták azt a lehetőséget a cigányságon belül, hogy alulról feltápaszkodjanak, alulról kifejlődjenek olyan magvak, amelyek képesek szétszóródni az országba. Megalkották a kisebbségi törvényt, hogy cigány kisebbség önkormányzatok, és ezzel kidobták azt a csontot, amin már lassan 20 éve, 25 éve a cigányság veszekszik. És ezzel párhuzamosan azt mondják, hogy az összes cigány olyan, mint a cigány önkormányzatok. Miközben a cigány önkormányzatok működési költsége nem éri el az egyfőre jutó 100 forintot per település. Per hónap. Egy főre per 100 forint. Nem éri el ezt az összeget. És a magyar közélet meg azt gondolja, hogy itten annyi pénz van, mint a normál önkormányzatokban. Tehát a mostani kisebbségi önkormányzat finanszírozása 2023-80-ig maximum per év. Független attól, hogy hány darab cigány van a településen. Hát ennyi. Ennyi. Nem több. Mit lát a magyar közélet, hogy Romanov van, ugye? Megy a pörkölt, ami megvan 25 ezerből, és 200-at lenyúlnak. Telefondíj van meg, ugti költségtérítés. De láttuk, nem az OCÖ mit csinál az országot cigány önkormányzat. Nem tudja, hogy hol az 5000 millió. Hát most mit lehet csinálni, érted? Nem tudják. Eltűnt. Ez olyan, mint a Forma 1-es Hungaroringen. Hova tűnt Damon Hill? Hova tűnt az 5000 millió? Érted? Tehát amennyi pénzt belenyomtak a cigány kérdésbe az elmúlt 25 évben, csak az elmúlt 25 évben, mindegyik cigány, tudod, hol lakhatna? A második kerületben, Budapesten. Meg a hegyekben fönt ott, ahol vannak az asziendák. De ott lakhatna az összes cigány Magyarország. Annyi pénz ment bele. Ahelyett még mindig arról beszélünk, hogy van cirka 1200-1300 cigánytelep az országban. Kit érdekel? Kit érdekel? Kiknek jó az, hogy én mindig ilyen hülye kis majom maradok? Kinek jó ez? Nem értem, értetetlen vagyok. 5000 millió forint eltűnik, és basszus, szabadon védekezhet. És még az az esélye is meg, ami védekezzen. Hm? És mindenki úgy csinál, mintha az összes cigány ugyanolyan lenne. Miközben a nagy politikát másoljuk. Beszélünk a tyúktól vagy cigányokról. Igaz, beszélünk róla, basszus. És nem tudjuk a korrupciónak, a melegágyának a mérhetetlen nagy tömegét. Hogy mekkora lóvég tűnnek el a semmibe. Nem értitek, hogy mi folyik itt? Tehát hogy veszik a bátorságot emberek úgy véleményt formálni? 8 évet adunk neki, mert elvitt már 5-ször 6 darab tyúkot. És többszörös visszeső. És tegyük fegyházba, nem börtönbe, sima börtönbe. Emberek milliárdok tűnnek el. 5000 millió eltűnik, vizsgálatot indítunk. Majd a vizsgálat kiderül, hogy hát nincs itt semmi baj, megvan minden. Az Excel, a Word, a fotó, a támop, ezek mindent elbírnak. Tehát ilyen mérhetetlenül ellenszelek vannak, amelyeket nem értek. Nem, nagyon egyszerűen kell ezt a kérdést kezelni, nagyon humánusan és nagyon emberi módon. Nincs pályázat. Fel kell mérni a Magyarországon, mi van a cigánysággal. Konkrét, tiszta képeket. Nem mondták, nem hallottam, nem gondoltam, hanem átéltem és tudom, és csinálom. Beszélni mindenki dumál. Ma a cigány kérdés olyan, mint a magyar válogatott futballja. 10 millió szakértő van. Mindenki tudja, hogy mi a baj. Nem így van? Mindenki tudja, hogy mi a tuti. És őszintén valljuk be, hol élünk? Mi történik? Ki az ember? Honnan számít az ember embernek? Mi az a színskála, ami alapján merem mondani azt, hogy én is ember vagyok? Mert ezek határozzák meg az embert. Én messziről emberformának tűnök, de ha jó közel érek, akkor megvan a jelző. Ez csak egy cigány. Nekem mondták már, hogy olasz liszkai gyilkos, ne dumálj.
Én még sosem mondtam azt, hogy Móri Mészárosok mi a helyzet. Tehát én azt gondolom, hogy változni kell, és a változás jelei most erősödnek Európában. Azzal, hogy for és mozog Európa. És az intelmeket mindenkinek meg kell érteni, és nem megsértődni, mert azt az ostoba ember teszi. Véleményed van, azt tiszteletben kell tartanom. Megsértődni a félidióta szokott azon, hogy a másiknak is vannak gondolatai.